Minden csapat a különböző bajnokságokban ugye most épp a felkészülési időszakon vannak, és hát így vagyunk mi is ezzel Dániában, amikor is ugye nálunk is szakadt a hó, tehát Műfőn is kellett edzenünk, éppen ezért jó lehetőség ilyenkorra, hogy el tudunk menni edzőtáborba, ezért is jó, hogy egy válogatott szinten is ez a lehetőség adódott, hogy egyrészt a kapitány is meg tudja nézni a játékosokat, illetve hát mi játékosok is akkor közelebbről meg tudjuk ismerni a kapitány elvárásait. Itt Törökországban még nem jártam személy szerint, viszont az a furcsa véletlen állt elő, hogy az Odenzével viszont pont amikor itt vége van az edzőtábornak, akkor a következő nap érkezik a csapat, tehát nekem nem kell sokat utaznom majd. És hát természetesen ilyenkor azért sokkal ideálisabbak itt a körülmények, és éppen ezért ez is segíti, hogy minél magasabb szintű munkát tudjunk elvégezni. Az első találkozások egyikén veszünk részt, amikor is a kapitány a saját elképzeléseit próbálja átadni, illetve hát próbálja gyakoroltatni azokat a különböző formációkat, amikre már ő is utalt, hogy minden csapatnak tudnia kell, és nyilván mi játékosok is ugye rengeteg új arc tűnt fel így a válogatottba, tehát mi is jobban megismerjük egymást, úgy ismerjük meg egymás erényeit, és igazából ezen van a fő hangsúly. Természetesen még egy-két ugye intenzívebb edzés is van, mivel a bajnokság még nem kezdődött el az itt lévő játékosok számára, tehát ebből is kapunk azért egy adagot, de hát ez természetes, és végül is mondom, tehát az a lényeg, hogy tényleg megismerjük egymást, és jó körülmények között minél magasabb szinten tudjunk begyakorolni különböző figurákat. Emlékeim szerint, amikor ugye a finnekkel összekerültünk, akkor éppen újjáépítették a csapatukat új edzővel, és hát természetesen azóta már játszottak 10-15 mérkőzést együtt, tehát akkor is eléggé tehetséges csapatbenyomását keltette, illetve ugye küzdeni tudó és bizonyítani vágyó játékosok alkották akkor is a keretet. Szerintem azóta ez némi meccsrutinnal is párosult, akkor is nagyon nehéz dolgunk volt mindkét alkalommal. Ez természetesen egy felkészülési mérkőzés lesz, számunkra is ez az első igazán nagy megmérettetés az őszi tétmérkőzések előtt. Természetesen ugye sokan vagyunk itt is, mindenki megpróbálja majd megmutatni, hogy igenis helye van a válogatott szűk keretében, és hát ez lesz kiváltképp természetesen az én elvárásom is, hogy minél jobban sikerüljön megmutatni a kapitánynak, hogy igenis érdemes velem számolnia.